mai napon egy kis grafikai gyakorlatként ikonokat fogunk készíteni. Az ikonok nagyon hasznos dolgok, vizuálisan önmagukban sokkal több információt képesek átadni, mint mondjuk a szöveg. Gyakran használjuk őket illusztrációkban, prezentációkban, szoftverekben, meg egy csomó másik helyen is találkozhattok velük. Stílusukat tekintve pedig alapvetően hármat ragadtam ki. Az egyik a klasszikus, egyszínnel kitöltött, egyszerű alapzatokból felépülő glyph stílus, vagy ahogyan nevezni szoktuk, piktogram. Illetve van a több színből álló, szintén egyszerű flat designra hajazó verzió. Harmadik pedig a 3D ikon, ami egy kicsivel többet akar magán hordani, mint mondjuk a material, de még nagyon messze van a fotorealisztikus dizájntól. És a tipikus klasszikus ikonok közül most hármat vettem elő, amelyiket megvalósítunk mindhárom dizájnban. Ezeknek jelentéstartalmát ma már mindenki nagyon jól ismeri, az egyik a klasszikus fogaskerék, ami ez a beállítások menü dolog szeretne lenni. Van a papír ceruzával, ez a tipikus szerkesztés, tartalomgyártás funkciót akarja magában foglalni. És itt van még a médiatár, galéria, ahol polaroid fotókat sorakoztak fel egymás elé. Csapjunk is bele, nézzük meg, hogy hogyan készül. Indul a program, létrehozok egy webes méretű projektet. És már rögtön az elején azzal indítok, hogy háttérként létrehozok egy kis téglalapot, erre pusztán azért lesz szükség, hogy meg tudjam majd különböztetni a fehér alakzatokat az áttetsző lyukas részektől. Ezt rögtön zárolom is, hogy ne legyen útba. Hát akkor az első fontos lépés a fogaskerék alakzatnak az elkészítése, ami tulajdonképpen egy kör, ami lyukas lesz, és fogak lesznek rajta, amolyan kis trapéz elemek. A trapézt téglalapból készítem el, aminek rafinált módon az egyik pontját elmozdítom, és akkor ezáltal már nem lesz párhuzamos a két oldala egymással. Hogy valóban trapéz legyen belőle, készítek egy másolatot, tükrözöm, kihasználom azt a lehetőséget, hogy eme két formát egyesíteni tudom egy alakzattá. Ekkora fogaskeréknek egy foga már megvan, egy kicsit akár módosíthatok rajta, hogy közelebb álljon ahhoz, amit elképzeltem, és már csak ezt kell sokszorosítanom. A legegyszerűbb, hogyha készítek egy példányt, egy tükrözött példányt le, majd szépen ezeket kezdem el együtt duplikálni, elforgatni. Először ezt a kettőt, utána pedig ezt a négyet, és akkor már készen is vannak a fogak. Most akkor nyilván ezeket is olyan színűvé teszem, mint maga a kör, és így már sokkal jobban átjön, hogy miről is van szó, ekkor jöhet az egésznek a belseje, ami szintén egy kör, kezdetben fehér, és látszik, hogy ez még nem egy lyuk. Na, ideje egyesíteni a külső kört a fogakkal, aztán mindjárt jöhet a belseje is. Tudok igazítani, ami egy nagyon hasznos dolog, így pont középen van. És ki tudom vonni a kört az eredeti fogaskerék alakzatból, és most állt elő az a forma, amit igazán akartam. Jöhet a belső része. Előveszem a korábban lyukasztáshoz használt kört, és ezt a középső részt is kiukasztom, ezzel kaptam kvázi egy gyűrűt. Úgyhogy most már elvált az az alakzat, amit eredetileg is szerettem volna, már csak szépen színezem. Úgy színezem, hogy a külső rész az világos szürke, a belső meg még világosabb. Tegyük fel, hogy a belső az egy kicsi kitüremkedés, tehát az van hozzám közelebb, úgyhogy az a világosabb. Ezzel már előállt a flat stílus, elkezdem csinálni a glyph stílus, na csak megvan. Roppant egyszerű lesz a dolgom, ugyanezt az alakzatot szeretném, annyi, hogy a belső gyűrűt azt így fizikálisan le akarom választani a külsőről, tehát tulajdonképpen fogok egy kört, amit kivonok belőle. Ez valamivel nagyobb kör, mint az a belső gyűrű, hogy akkor ott legyen egy kis szakadás a kettő között. És tulajdonképpen már el is készült a piktogramnak mondható fogaskerekem is. Ezután jön a harmadik verzió, hogyan lesz ez az egész 3D-s. Amolyan térhatást akarok kialakítani, érezni lehessen azt, hogy ennek van egy vastagsága. Tehát tulajdonképpen fogom a testet, annak elkészítem egy sötét verzióját, és kiküldöm hátra. Ez még egyelőre csak olyan árnyékeffektusnak tűnhet, érzékeltetni kell azt, hogy ez a kettő tényleg összetartozik.
tulajdonképpen egy-két finom téglalap beiktatásával ezt az illúziót el is tudom érni. Ezeket egyesítem a fő alakzattal, és ezzel már meg is van ez a fajta kiterjedés, ez a vastagság. Ugyanezt el akarom érni a középső gyűrű esetében is, hiszen ő is egy picit így kitüremkedik. Hátrébb küldöm, és bár nem nagyon látszik, de a közepére egy kicsit közepére is rálóg ez a fajta picivel világosabb szürkeség, mint az a sötét. Tehát ezt a belső kört ebből is ki fogom vonni. Csak úgy még tökéletesebbnek hasson ez az egész. A térhatással úgy érzem már megvagyunk. Tehát tényleg olyan, mintha egy kicsit beforgattuk volna, és kicsit alálátunk ennek a fogaskeréknek. Úgyhogy jöhet a színezés, ami még jobban megdobja a dolgot. A színezést a következőképpen csináljuk. Most is a külső szürkeség összességében picivel sötétebb lesz, mint a belső, de ami még fontos, úgy alkotjuk meg a színátmenetet, hogy felül van a világos szín, alul pedig a sötétebb. Ugye fentről jön a fény, alul pedig kicsit árnyékosabb. Tehát pusztán ennyit akarunk belevinni a dologba, a színátmenet kész is. Különösebben más dolgunk nincsen bele. Érdemes fokozni a térhatást azzal, hogy árnyékot is készítünk neki. Az egyik legprofibb módszer az az, hogyha fogjuk a teljes alakzatot, szétbontjuk a csoportot, egyesítjük, sötét színt adunk neki, majd pedig elmossuk magát az objektumot, hogy legyen ilyen homályos. Kicsit levesszük a láthatóságát, és akkor nagyon király árnyékot tudunk csinálni, de ami fontos, ezt csak akkor használhatjuk, hogyha JPG, PNG, tehát valami bitmap alapú képet akarunk kiexportálni ebből. Ha mondjuk az SVG-re van szükségünk, ő ezeket nem tudja kezelni, akkor kizárólag a színátmenetekre támaszkodhatunk. Sugaras színátmenetből egész jó kis árnyékhatást tudunk készíteni, főleg ha olyasmiről van szó, mint itt, hogy csak alulra le kell dobnunk egy kis árnyékot, amit oda vet az alakzat. Úgyhogy a továbbiakban ilyet fogok alkalmazni, mert én most azt feltételezem, hogy ha ikon, akkor az vektoros SVG-ként akarjuk kiküldeni. Na még egy kis plusz fényhatás. Egy pici kis ívet, hát nem is ívet, de mondhatjuk, hogy egy kicsi ívet szeretnék a tetejére tenni. Csak egy nagyon kis vékonyka részt hagyunk meg az eredeti körből. Olyan lesz, mintha ez a belső kör a fogakhoz képest kicsit kitüremkedne. Lesz egy fehér verzió, alul egy fekete verzió, és természetesen ezek csak épp ilyen finoman áttetszőek lesznek. Hát, hogyha ez egy kicsit még jobban megdobja a 3D dizájnt, amivel immáron meg is vagyunk. Kész a fogaskerékből mind a három. Egyelőre elrejtjük őket, jöhet a többi. Jó, ennek esetében a legelső lépés elkészíteni a papírt. Ha nagyon akarunk, akkor szórakozhatunk azzal, hogy megnézzük az A4-es lapnak az arányait, és ahhoz képest készítjük el. Most ezzel én nem foglalkoztam, a lényeg a felső sarok, ahol fogok egy négyzetet, szerkeztem, a jobb felső pontját eltüntetem, kapok egy háromszöget. Ezt a háromszöget lemásolom, készítek belőle egy 180 fokkal elforgatott verziót, és azt kivonom a papírlapból, így eltűnik a felső sarok. A papírlap sötétebb szín kap, a kis csücsök, ami ráhajlik elvileg, az egy világosabb szint, mert előrébb van, és akkor így már egész jó ez a fajta térhatásszerűség, ilyen kis fletesen. Következik a ceruza, szép hosszú téglalap, aminél azt akarom elérni, hogy ilyen hengeres feelingje legyen, ezt ellipszisek közbeiktatásával fogom megvalósítani. A ceruzának a vége az lehet valami kicsit más színű, kicsit világosabb, ez így egész jónak tűnik, akkor a ceruzának már csak a hegye van hátra. Na vajon mi lesz? Az természetesen egyszerűen egy háromszög, amit majd természetesen hátrébb küldök, hogy az ellipszis az előtte legyen, tehát jól kiegészítse ezt a hengeres dolgot, kap valami viszonylag világosabb szín, és utána elkészítem magát a finom sötét hegyet, amivel elvileg írni és rajzolni tudnánk.
elkészült mind a kettő külön csoportként, akkor már csak valahogyan össze kellene őket hozni. Tehát így egymás mellett ilyen állva, ez így nagyon-nagyon semmi extra nincsen benne, tehát azért egy kicsit beforgatjuk, hozzáigazítjuk a ceruzát, és már is jobban mutat minden. Egy valami hiányzik még a papírról, hogy olyan legyen, mintha lenne rajta szöveg. Semmi extra, vékony, széles téglalapok lesznek sötét színnel áttetsző módon, és akkor kipróbálhatjuk ezt az ismétlő rácsot is, amivel pillanatok alatt egymás alá kerülhet több példány is, majd a véglegesítést követően ezek közül a legalsók azt egy kicsit átméretezzük, ugye ott ér véget az alsó sor. Na, ezt követően ezeket is már csoportba foglalhatjuk, még játszadozhatunk az áttetszőségükkel, amit csak szeretnénk. Ez így már részemről sokkal jobban mutat. Amondó vagyok, hogy a Fletch stílusú ikon ezzel már késznek is mondható. Jó, a szöveg se túl intenzív, jó, egy picit talán igen. Akkor nekiállhatunk egy másik verziónak. Lehet, hogy most első körben a 3D-ssel érdemesebb foglalkozni. Itt a Glip Designnak az előállítása nehezebb lesz. Itt térhatásról nem nagyon lehet beszélni, mármint vastagságról vagy ilyesmiről, úgyhogy akkor elkezdődik a színátmeneteknek a meghatározása. Csak a nagyobb objektumokra vonatkozóan, tehát a papírlapnak az a jelentősebb része, a behajlított csücsök annyira nem fontos, meg hát a ceruzának a teste, meg esetleg ott alul. Majd jöhetnek az árnyékok, egy icipici, épp hogy látható árnyékot vethet a ceruza a papírra, mert miért ne? Tényleg épp hogy észrevehető, de azért a szem észreveszi, hogy ott van. Ha egy picit bele tudunk valahogy finoman csempészni a háromszög alá, minthogyha az a kis hajtás egy pici árnyékot vetne a papírra, az tök jó, mert az megint csak megdobja az egészet. És miután ez megvan, akkor természetesen legalúra is kell egy, hogy ez az egész kompozíció, ami itt van előttünk, önmagában is árnyékot vet arra a felületre, ami éppen alatta van, legyen is az bármi. Jó, ebből el is készült a 3D-s verzió. Na, nézzük csak, ha mondjuk valami piktogramot, valami egyszínű dolgot akarnánk csinálni, az hogy néz neki. Véleményem szerint itt nem jó, hogyha megdöntött az egész, tehát a papír az álljon. A célunk az az lenne, hogy az egész tök fekete. Ha a szöveget meg akarjuk őrizni, azt érdemes lehet mondjuk kivonni a papírból, és akkor így kapunk majd egy fekete alakzatot. A háromszöget is meg kellene őrizni, viszont akkor egy kis téglalapnyit, egy négyzetnyit ki kellene vonni az eredeti fekete papírlap objektumból, hogy el tudjunk különülni tőle az a kis háromszög. Ekkor jön a ceruza, ez is egy macerás rész. Először is a ceruzát alkotó objektumokat egyesíteni kellene, szétszedjük a csoportot és hivatalosan egyesítjük őket egy ceruza objektummal. Ekkor az egész egyszínű lesz, és akkor utána ezt be is színezhetem akár feketére, de hát ennek is el kellene különülni a papírtól, úgyhogy vesszük egy fehér verzióját, miközben megőrizzük a feketét is. Azt a fehéret megpróbáljuk úgy beigazítani, hogy úgy érezhető legyen, hogy mekkora kihagyás kellene a ceruza körül, majd miután megvan, akkor ezt a fehér objektumot kivonjuk a papírból. A ceruza esetén még egy icipici vágást eszközülünk, hogy legalább a hegye meg a többi része az elkülönüljön egymástól, és akkor ezt egyesítve meg is kaptuk a mi kis piktogramunkat. Lekerekített sarkokkal ez jobban mutatna ki, valószínűleg legtöbbször olyanokat látunk, csak most ebből az eredeti ikonnak az elemeiből ezt tudtuk kihozni. Ha eleve ennek álltunk volna neki, hogy csak egy ilyen kis piktogramot készítünk, az lett volna akkor a jobb megoldás. Lássuk, a galéria esetén miről van szó. Először is elkészítünk egy ilyen polaroid fotónak a keretét. Ugye a szokásos, megvan a külső téglalap, megvan a belső téglalap. Most itt sem néztem meg, hogy konkrétan hogy néz ki egy ilyen arányokat tekintve, most csak úgy nagyjából.
Miután ez megvan, szépen beigazítottuk, akkor a következő lépés magának a fotónak az elkészítése. A tipikus klisét fogom alkalmazni, hátul van az ég, elő van kettő hegy, két ilyen háromszög, meg valahova elhelyezünk egy napot. Szerintem a legtöbb szoftverben a kép elemeket, azokat így szokták illusztrálni. Most is ezt fogjuk tenni. Az előső hegy a világosabb, a hátsó a sötétebb, a nap az nagyon világos, mert nap. Aztán tulajdonképpen ennyi. Hogy oldjuk meg, hogy ezekből csak annyi látszódjon, amekkora maga a képkeret? Maszkolással fogjuk megvalósítani. Előre tesszük azt az objektumot, aki a maszk. Kijelölünk mindenkit, és akkor azt mondom, hogy maszkolást szeretnék eszközölni. Eltűnik az, aki elő volt, és ő lesz maga a maszk, aki meghatározza, hogy a képnek mely részei látszódhatnak. Most van egy gyönyörű szép fekete-fehér képem. Egyelőre ez így jól is néz ki. Elkezdjük csinálni a hátsó fotókat. Kicsit elforgatjuk, sötétebbre vesszük, mert hátrébb vannak, és hátrébb küldjük őket. Elkészítünk még egyet. És akkor itt tök jó, mert látszik, hogy több kép van egymáson. Akkor most jöhet a színezés. Valami fakó, ilyen kis sárgás színt kapnak, természetesen hátrafele haladva egyre sötétebb. Majd jöhet maga a kép, kék ég, zöld színű hegyek, és valami sárgás színű nap. Ezt követően úgy érzem, hogy a fletes ikonunk az el is készült. Nem kell nagyon túl tizellálni az egészet. Következő lépés, Atya Úristen. Hogyan lesz ebből klip? Ugyanezt szeretném megvalósítani egy színekből. Egy színből. Na. Hát először is az kellene, hogy ezek az egymás mögött lévő kártyák valahogy el tudjanak különülni egymástól, amihez mindig fogom a fölötte lévő téglalapot, annak elkészítem egy megnagyított másolatát, amit kivonok az alatta lévő téglalapból, így látszik egy ilyen kis finom szakadás a két réteg között. Ugyanezt megcsinálom itt fent is, csinálok egy nagyobb téglalapot, amit aztán kivonok az alsó alakzatból, és ez marad meg. Valahogy így lesz majd érzékelhető, hogy itt lapok vannak egymás mögött. Vagy pedig azt fogja hinni az ember, hogy valami furcsa a forgást, dinamikát akarunk ezzel szemléltetni, na mindegy. Az elsőnél ki szeretném vágni azt a részt, ahol maga a kép található. Másolatot készítek a téglalapról, azt kivonom belőle, és akkor már meg is kaptam a puszta keretet. A fotórész az megint egy érdekes műveletből fog majd összeállni, most az lenne a cél, hogy az ég tűnjön el. Akkor most az lesz, hogy fogom a két hegyet meg a napot, egyesítem egy alakzattá, fogom a keretet megtestesítő alakzatot, és a kettő metszetére van nekem szükségem. Így fog előállni az, amit szeretnék, ott is van, pusztán a két hegy meg a nap, és mögötte minden átlátszó, ahogy mondhatnám, lyukas. És akkor ezeket egyesítve már el is készítettem azt a kis ikont, amit szerettem volna. Lehetne sokkal rosszabb is, tehát így pikpak alapon nem is annyira gáz. És akkor jöjjön még ebből is az a verzió, ami a 3D ikon. Kiterjedés itt sincsen, úgyhogy először is a színátmenetekre fekszünk rá. Előről hátra haladva folyamatosan sötétedik, illetve a színátmenet is olyan fölül van a világos, és alul van a sötét. Nagyon királyság! Miután a kis lapokra elvégeztem, ugyanez következik a képen belül is, mert hát úgy a tuti. Az eget is színátmenetessé varázsolom, és a hegyeket is a nappal, ezt külön nem kell eljátszani. Na, úgy. Ha még egy kis extra fényhatást akarok, egy kis téglalapokat forgatok el, fehér színű téglalapokat, körvonal nélkül, csak így finoman áttetsző módon oda teszek. Gyakorlatilag, ahogy megtörik a fény ezeken a fantasztikus fényképeken. Ezt szeretném ezzel valahogyan megvalósítani.
És akkor, ami még nem maradhat el, ugyanúgy az árnyék, amit most is akkor színátmenettel oldunk meg, hogy biztosan működőképes legyen, alulra hozzuk, mindenki mást előtérbe helyezünk, finoman áttetszővé tesszük, és tulajdonképpen a galériás ikonunknak is elkészült a háromdimenziós változata. Relatíve kevés energiát, kevés időt vesz igénybe, de nyilván ezt is a végletekig lehetne még. Na és akkor itt van mind a három ikon, mind a három stílusban. Megtettük azt, amit eredetileg szerettünk volna, úgyhogy szerintem elégedettek lehetünk.